Na már most, én tegnap láttam egy filmet, az egyik legjobb filmet, amit az utóbbi években készítettek, a Brad Anderson által rendezett a Gépész című, nem, a Gépész című filmet, amelyben a Christian Bale, akit azért láthattatok már, mint Batman, aki elkezdődik, játszotta a főszerepet, de valami zseniális a csávó, lefogyott valami 40 kilóra a szerep kedvéért, és valami... Ezért tetszett? Nem, azért tetszett, mert valami félelmetesen jó film, valami fantasztikus forgatókönyv, elképesztő színészi játék, és hát így minden tekintetben egy hatalmas dráma. De valószínű, hogy az átlag hallgató például nem látta ezt a filmet, szerintem. Egyrészt azért, mert... Nem egy közönségfilm. Nem közönségfilm, tehát plázákban ezt nem adták, másrészt pedig, ha a tévé éppen leadta, akkor az valószínűleg a vagy a Duna TV, vagy az M1-M2, és az is mindenképpen éjfél után kezd minimum. Tehát ember nem nézi meg csak teljes véletlenségből, vagy ha nem tud aludni, vagy pedig... Aztán nem tud aludni, én úgy olvastam az ajánlót. Hajnali kettőkor ment tegnap például ez a film. Kettőkor? Hát kettőkor még ment, arra emlékszem, szerintem ilyen 2:30-kor lett vége a filmnek. Nem valami inszomnia van ebben a filmben? Tehát álmatlanság? De. Hát akkor, akkor ne haragudj, de teljesen adekvát. De igazából az emberünk nem álmatlan, mondjuk nem lenne. Az emberünk teljesen álmatlan. Nem lenne jó, hogyha lelőnénk a film poénját. Na jó, mondjuk ez az elején kiderül, hogy álmatlan a csávó. Minden esetre az biztos, hogy most kiderült, hogy az utolsó mentségükre sem hivatkozhatnak a televíziók. Már most jelesül az MTV. Ugye miről is van szó? Korábban én azt gondoltam, hogy azért adnak mindig olyan szarfilmeket, mert rossz az ízlésük. Mert azt gondolják a szarfilmekről, hogy azok a jó filmek, hát egyszerűen ízlésdeformjuk van, és ezért aztán nem képesek arra, hogy megítéljék, melyik a jó film, és melyik a rossz. Ezért aztán, hát ők a legjobb szándékkal adják nekünk az ő szarízlésükből kifolyólag feltételezett jó filmeket, amik hát természetesen szarok, hiszen nekik rossz az ízlésük. Szerintem ezt nem lehet jobban elmagyarázni. Viszont most kiderült, hogy van nekik jó ízlésük, tehát tudják ők, hogy mi a jó, de óvnak minket tőle. Féltő aggodalommal figyelnek arra, hogy nehogy egy dolgozó ember, mondjuk aki másnap reggel föl kell, hogy keljen, meg tudja nézni azt a filmet. Ezért 2:30-ra kalibrálják a lefekvésnek az időpontját, ha mondjuk végig szeretnél nézni egy ilyen filmet, garantálva számodra az, hogy nem nézed végig. Most egy ilyen film nem lehet túl olcsó, ha belegondolok. Tehát nyilvánvaló, hogy az Én a vízilovakkal vagyok című Bud Spencer Terence Hillhez hozzá lehet jutni mondjuk ennek a filmnek az értékének a 1/8-áért. Szerintem azokat kilóra adják, tehát ilyen kosárban adják a díjat. Ja. És amikor már nem bírod el, akkor még utána dobnak két sorozatot, hogy ezt még vigyed. Egyébként szerintem nincs igazad, még pedig azért nincs, mert ha megnézitek a Duna TV-nek az utóbbi években, vagy hát szinte mióta van, mióta én követem biztosan a film kínálatát, nagyon szuper filmek vannak, és az M1-M2-vel sincsenek szerintem olyan nagyon súlyos gondok. Az említett Én a vízilovakkal vagyok, azt a TV2 RTL Klub elsősorban, tehát a két nagy kereskedelmi tévé adja folyamatosan. Tehát nem arról van szó, hogy nem lehetne jó filmeket nézni, mondjuk tényleg ott van a Duna TV, erősítsék meg a hallgatók SMS-ben, vagy cáfoljanak meg, ha nem így gondolják, de baromi minőségi filmkínálattal, és a filmek tekintetében, nem a műsorok tekintetében, a filmek tekintetében hát a M1, M2, most nem akartam másra. Én inkább mondanám azt, hogy az M2. Oké, de hát az ugyanannak a tévének két csatornája. Na jó, de miről van szó ebben az esetben is? Arról, hogy a kábelen terjedő, sokkal kevesebb ember számára hozzáférhető csatornán mennek a jó, a minőségi filmek, és a sokkal, de sokkal gyengébb felhozatal, az pedig a mindenki számára elérhető földi sugárzáson. Egyébként a helyzet... Tehát ezt nevezzük közszolgálatiságnak, tehát én annyira örülnék, ha az MTV végre eldöntené, hogy versenyezni akar a kereskedelmi tévékkel, és le akarja őket győzni a saját pályájukon. Nevetséges és szánalmas kudarc, vagy pedig közszolgálati szeretne lenni, és ebben az esetben pedig, hát hogy is mondjam, valamiféle minőséget szolgáltatna mi számunkra az adónkért cserébe. Igazából húznék egy párhuzamot a politikai elit és a média között, mégpedig a minőség tekintetében. Én néhányszor már mondtam ebben a műsorban, hogy nekem az a bajom a magyar politikai elittel, ugye elnézést az elit szó használatáért, hogy kettős a probléma, egyrészt nem vagyunk elégedettek globális szinten, legalábbis itt a műsorban talán mind a hárman, nem vagyunk elégedettek a kapitalista politikai eliteknek a működésével, másrészt a mi
sajátunk, az még annak a paraméterét is nagyon rosszul teljesíti. Tehát még az szerint is nagyon rossz. Szerintem egy kicsit hasonló helyzet van a filmek, sorozatok tekintetében is. Tehát ugye most egy tipikus ugye szerzői film, vagy ahogy szokták mondani, művészfilmről beszéltek, ha jól tudom, és most ezzel nem akarok semmiféle skatujázást. Még nem is annyira, tehát én nem is mondanám ezt olyan kifejezetten emészthetetlen. Még nem hollywoodi közönségfilmről beszéltek, nem tudom, nem hiszem, hogy... Nem hogy... kategorizálnám, de azért majdnem az, tehát majdnem. És az a helyzet, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk a nagyon színvonalas és szórakoztató filmművészeti alkotások nem jutnak el a tévébe, hanem még a hollywoodi gagyin belül, vagy az amerikai sorozatokon belül is a leggagyibbak mennek. Mire gondolok? Magyarországon megy például tévésorozatból amerikai, tehát tipikusan commerce tévésorozatból egy csomó olyan, ami nyugaton, Amerikában baromi sikeres. Ehhez képest Magyarországon még ezeket is meg lehet verni, mégpedig Walkerrel, a texasi kopóval, a Cobra 11-12-vel. Az micsoda? Fogalmam nincs. Mondd el, hogy miről szól. Valami autópályarendőrséges németes, azt hiszem, de ha valaki, én soha egyrészt nem láttam belőle, de egyébként nem vagyok büszke, mert biztos nagyon jó. De ebből valahogy eddig elkerülte a filmemet minden rész, és igazából nem tudom a Walkert miért szidom, mert abból sem láttam soha egyetlen epizódot. Csak szerintem a főszereplő miatt. Csak a főszereplő miatt vannak, és hát ott van a Columbo, ami még esetleg lehet, hogy egyszer 30 évvel ezelőtt jó volt. Még tényleg, szó szerint egyszer, tehát ha egy epizódot láttad az összeset. De hát könyörgöm, hát hol tartunk? Tehát az a helyzet, hogy ezen a tömegkultúrán belül, és akkor mondhatnék olyanokat, mint mondjuk a Hősök, vagy a Dr. House, vagy a, bár most már az főműsoridős lett, szép lassan, vagyis nem akarok itt átmenni sorozatajánlóba, tehát még azonban is, ha mondjuk színvonalasabb, valamilyen szempontból érdekesebb filmek, még mindig kikapnak azoktól az übergagyiktól, amiket nem is tudom, hogy másnak el lehet adni. Nem is az a kérdés, hogy mennyiért, hanem hogy ki veszi meg még azt rajtunk kívül. Szóval a kérdés az, hogy miért működik így a magyar televíziózás, hogy miért van az, hogy nálunk tényleg, mintha szitálnák, így rostálnák ki a minőséget, és csak a szemetet öntenék ránk, hogy ez valóban egy piaci mechanizmus? Tehát itt tényleg arról van szó, hogy nekünk ez a szar kell, és ezért vetítik, hát ők egyébként szívesen vetítenének nekünk jobb filmeket, de hát mi ezt a szart szeretjük, vagy ezért ezt vetítik? Az a fő kérdés, hogy vajon miről van szó? Arról, hogy ők egy piaci stratégiának gondolják azt, hogy a szar az mindig népszerűbb, mint a minőség, ezért aztán a szarral kell mindig, minden esetben próbálkozni, mert az tapasztalat, vagy egy nyugati brand, hogy az mindig leveri, vagy egy... Ez de egy nem, de ez nem igaz. Nyugaton leveri nem, a minőséget. De az Amerikai Egyesült Államokban, vagy én nem tudom, Hollandiában, vagy Franciaországban nem lehetne a Columbo-val, meg a Terence Hill-lel, meg a nem tudom én mivel sorozatnézettségi, vagy filmnézettségi verseny nyerni. Akkor tehát hát miről van szó? Arról van szó, hogy ők eleve úgy gondolkodnak, hogy mi egy ilyen csökkentett képességű bagázs vagyunk itt a Balkánon, vagy itt a Balkán peremén, nekünk ezt a szart kell nyomatni. És tudod, hogy mi a félelmetes egyébként? Hogy az határozza meg a mi fogyasztói szokásainkat, hogy ők milyen döntést hoznak a mi ránk hivatkozatát. Ők azt mondják, hogy itt Kelet-Európában ez a nézet, ez a fogyasztható, illetve ez a piacvezető, ezért ezt fogjuk nyomatni. És miután ők ezt nyomatják. És mi ezt szeretjük, és ezután ez beigazolódik számukra, hogy valóban tényleg ezt szeretjük. Több ember kizárólag a földi nézettségű csatornákat tudja nézni, csak az elérhető a számára. Ezután mit néznek az emberek? A tévét. Pont erről szól a dolog, hogy az emberek nem a műsort nézik, az emberek a tévét nézik, a televíziót, és ami megy a televízióban, azt nézik. Ezért aztán, amit ezek a televíziók szolgáltatnak, azt a szart fogják fogyasztani a tömegek. Igen, de a tévék között valószínűleg mégiscsak van egy verseny. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek a tévék mind adják a szart, és ezzel ők meg vannak elégedve, mert felosztották a piacot, és mindegyik jó jár. Nem. Ők küzdenek ezekért a nézőkért, ők küzdenek minden egyes emberért, és érdekes módon ez a küzdelem az, ami a minőséget egyre jobban viszi le. Tehát, hogy nincs az, hogy azt mondják, hogy én mondjuk az RTL Klub, én egy márka vagyok, egy brand, én azt akarom, hogy hozzám a minőséget kapcsolják, ezért én nem adom le 30-adjára a Columbót, hanem én helyette leadom mondjuk a Gépészt. Most egy nagyon rossz példa, de tegyük fel, hogy én abban hiszek, hogy ez jó lesz, és ezért leadom nektek ezt, hogy művelődjetek, vagy emelkedjetek általa. De nem ezt teszik, hanem tényleg megmerítkeznek a mocsokban. Szerintem azért, tehát nagyon könnyű mindent a tévére tolni, minden felelősséget, és jogos is,
de a nézőkkel, tehát saját magunkkal is vannak gondok, mert igazából szerintem azért a nézők is a gagyira vágynak, tehát én azt látom, hogy belebuknak bizonyos minőségibb darabokba, és most nem hiper nagy minőségekre kell gondolni, csak de mondjuk, hogy legalább új de tonnerz, azért, mert vagy... azért, mert szocializálva vannak a szarhoz. Ezt kell megértened. Tehát, hogyha 10-15 év viszonylatában egy populációnak a tudatát folyamatosan mosod át a szarral a szeméttel, azzal szocializálod. Tehát vannak egyszerűen fogyasztási szokások. Rá lehet állítani embereket bizonyos minőség vagy bizonyos minőség alatti szintekre. Tehát arról van szó, hogyha téged következetesen egyfajta szinten tartanak, és nem mutatják fel neked az ezzel szemben bizonyos, hogy mondjam, lehetőségeket, ahova te fejlődhetsz, akkor te ahhoz a szinthez szoksz hozzá, és az lesz az igény szinten. Azt fogod elvárni. Ezt követően, amikor majd megpróbálnak neked valami mást szolgáltatni, valamit, ami ennél jobb, az a te számodra idegenszerű lesz, talán érthetetlen is lesz, a befogadása nagyon nehézkes lesz, meg fogja terhelni a pszichédet, meg fogja terhelni a felfogó képességedet, gyakorlatilag mit érnek el ezáltal? Azt, hogy nem is igényelsz jobbat, mint azt a szart, amit ők adnak neked, és simán lehet, hogy az a szar egyszerűen csak olcsóbb, és nekik így jön ki jobban. Lehet, hogy a kisebb nézettség és az olcsóbb sorozat nekik nagyobb profitot eredményez, mint a nagy nézettség és a drága. Ez biztos, hogy nem véletlenül nem adnak ezek az ingyenes csatornák nagy filmeket, csak igen ritkán és igen hosszú idővel a mozivetítés után, mert az nyilván nekik nem érné meg, tehát annyit még nem kaszálnak rajta. De nem tudom, hogy amit te mondasz, az teljesen igaz-e. Hát emlékezzünk arra, amikor gyerekek voltunk mondjuk 25 éve, vagy 20-25 éve, a Derik előtt ment este a Vers mindenkinek. Állítom, hogy a Vers mindenkinek az azért volt nézett műsor ebben az országban, azért nézte 3 millió ember, mert jött utána a Derik. És senki nem emlékezett, hogy most egy József Attila verset hallott, vagy egy Vörös Sándort, vagy egy akármi mást. Senkit nem érdekelt, sőt, szerintem arra volt jó, hogy így behozták a sört, meg lerakták a szalonnát, hogy lehessen majd csipegetni a Derik alatt. Szóval így azért nem biztos, hogy az embereket szocializálták, megpróbálták őket szocializálni valami jobbra, mégis a Deriket zabálták. Én meg arra emlékszem, hogy abban az időszakban voltak tévéjátékok a magyar televízióban. Tehát voltak. Igen, csak ha akkor lett volna verseny, akkor lehet, hogy akkor se a tévéjátékok győztek volna a nézettségi versenyben, hanem ha akkor is lehetett volna választani már két dolog közül, akkor is nagyon csúnyán elbukott volna a Vers mindenkinek, meg a tévéjátékok azok az igényesen elkészített, amiket mindenki hiányol. És most ugyanez a helyzet, csak akkor nem lehetett választani. Tehát akkor te ilyen antropológiailag vagy pessimista, és ez azt jelenti, hogy te szerinted az ember az alapvetően egy lefelé gravitáló, alantas, sötét szellemű, lezüllött szörny, akinek valójában minél szarabbat adsz, annál boldogabb. Ez nem igaz, én azt mondom, hogy tehát nem általában beszélek az emberről, hanem arról beszélek, hogy a 70-es, 80-as évek, mondjuk a 70-esről nagyon keveset tudok, 80-as évek magyar nézője az mit igényelt volna. Én nem azt mondom, hogy az ember genetikailag ilyen, hanem én azt gondolom, hogy a rendszerváltáskor nem az a változás, nem az történt, nem az volt az igazi változás, hogy az embereknek az igény szintje süllyedt lejjebb, hanem az, hogy el volt fedve, tulajdonképpen hazug módon el volt fedve az embereknek az igény szintje, ami pont egy szerves fejlődés hiánya miatt volt oly alacsony, és ez bukott ki a rendszerváltás után. Tehát ezért tartunk lejjebb még a nyugatnál is jóval, mert egy nem létező hazug fejlődést hazudtunk, ami után egy vákuum keletkezett, és ahova az áramlik be, amit az mondjuk, hogy egyszerűen fogalmazok, aki a 70-es években, a 80-es években volt fiatal, annak a Bud Spencer az egy nagy dolog volt. Tehát ő nem szocializálódott semmi jobbra, semmi újabbra, hanem csak kapta a Vers mindenkinek, meg a tévéjáték hazugságát. Azért hazugságát, mert őt az baromira nem érdekelte, ha lett volna még egy csatorna, azonnal elkapcsolt volna. Ezért, amikor felszabadultak a gátak, akkor azonnal örült, hogy végre Bud Spencert nézhet, és nem is kezdett el gondolkodni máson. De a tévéjátékokkal, meg a Vers mindenkinekkel nem az volt a probléma, hogy azok önértékükön unalmasak. Nem, ezt nem mondom. Hanem az, hogy mihez kötötted őket, a vasfüggönyhöz. Nem ez volt a probléma. Nem volt alternatívája. Az volt a probléma, hogy ez nem igaz. Szerintem az volt a probléma, hogy az embereket valójában a magas kultúra nem olyan nagy százalékban érdekli. Egyébként szerintem szintetizálni kéne a kettőtök álláspontját, mégpedig abban, hogy valószínűleg igaz az, hogy ezeknek a cégeknek jobban megéri az olcsó tömegszemetet vásárolni kilóra, és a texasi kopót nyomatni, amiből tényleg valami szerintem nevetséges áron jutnak hozzá, mégiscsak amerikai színész.
És az is igaz, hogy az emberek, hogy, tehát hogy ez egyrészt a cégeknek ez egy egyszerű anyagi érdek, és az is igaz valószínűleg, hogy az emberek egyébként nem is igazán vágynak többre. Az emberek nem gondolkodni akarnak, és nem az ötödik pesétet akarják megnézni a maga súlyos gondolataival, hanem szórakozni akarnak, fáradtak a munkából, hazajöttek, ki vannak készülve, keveset kerestek, rosszul aludtak, és a villamoson is a lábukra léptek, és most röhögni akarnak egy jót, ahogy a texasi kopó leüti azt az ostoba indiánt, és akkor körülbelül erről van szó, hogy a két érdek együtt hozza ki azt, hogy ma a magyar televíziózás az ilyen, amilyen. Az én számomra a tévéjáték az olyan, amit anyu főz otthon a hazaiból, amit vásárolt a piacon, és ahogyan az anyja tanította őt, valami közös, amit hozol a múltadból, a Walker a texasi kopó. Oké, ezt nem, de ezt kivitatta. Meg az összes. Itt most szúgyó, nem meg, rólad van szó. Miért kéne, hogy veled vitatkozhassak ahhoz, hogy megfogalmazzak valamit? Te otthon főzöl? Miért kéne, hogy ellentéteset mondjak azzal, amit te mondasz? De te otthon főzöl? Nem, de anyám rám hát, az mindig. Jó, de az nem állt a reflektál. Másik az meg, ezek a sorozatok, ezek meg olyanok, mint a McDonald's-os kaja. De tényleg. És most ezért lesz egy kis fejmosás, egy kis meg leszünk róval. Tehát a McDonald's az nagyon jó, a McDonald's-ot mi nagyon szeretjük, és ma is mind a hárman ott tettünk háromszor is. A McDonald's az támogatja a rokkant és a vak és a mindenféle nyomorult gyerekeket, úgyhogy egyetek ott, mert a McDonald's, hogyha minden falattal, amit elrágtok, egy kicsit jobb lesz valakinek, akinek nem olyan jó most, mint nektek. Na, tehát folytasd a gondolatod, a lényeg az, hogy a McDonald's-ot ugye nem bántjuk, mert az jó. A McDonald's Azt mi nem. Folytasd nyugodtan, csak én nem azért kezdtem el kötözködni, mert más mondasz, és nem is azért, mert nem vitatkozol velem, hanem azt akartam csak mondani, hogy persze, tehát nem kell szerintem megvédened azt, hogy miért jó a tévéjáték. Szerintem nem, ezt senki nem vitatta, legalábbis ha úgy értetted, hogy én vitattam, akkor félreértetted. Nem, én arról beszélek, hogy az embereket nagyon hatékonyan le lehet szedni a hagyományos ízekről, azokról, amiket a feleség a piacról vásárolva, anyjától tanulva, stb. Ha ez létezik, akkor nem annyira. Készítette. Ha ez csak egy illúzió, akkor könnyű. De én azt gondolom, hogy akinek tényleg főz nagyon jól az anyukája, vagy a párja, vagy saját magára főz, netán a férje főz egy hölgyre, tehát olyan esetben, és ez tényleg jól főz, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz őt a McDonald's-ba beterelni. Tehát szerintem nem igaz, hogyha vannak értékek, akkor ezzel olyan könnyű. Nem, az a baj, hogy ezek hiányoztak, tehát ezek nem voltak valósak. Szerintem az emberek ugyanolyan hatékonyan kattannak rá anyu főztjéről a McDonald's-ra, mint ahogyan ezek. Akkor bocsánat, anyukád főztét még sosem kóstoltam, akkor valószínűleg nem főzően jól, határól könnyen átkattansz a McDonald's. Figyelj, hogy beszélek. Miért gondolod azt, hogy én nekem nincs rálátásom a környezetemre? Én azt gondolom, miért gondolod, hogy nekem nem lehet egy véleményem a társadalomról, ahol élek, hogy én kizárólag magamra vonatkozóan tudok megfogalmazni valamit. Nyilvánvalóan az anyámra. Ez az általános anyura és az általános te-re is vonatkozik. Tehát ha bárkinek, ha neked vagy bárkinek az anyukája főztjéről oly könnyű átállni a McDonald's-ra, akkor vagy nem volt jó az anyukája főztje, vagy valami egyéb probléma van, mert az anyuka nem marketingelte magát, mondjuk óriási plakátokon. Csak a kisebb ellenállás irányába mozdul el, mint minden ember, aki kényelmes és a fogyasztói társadalom komfortjához szokott. Szereti azt, hogyha a második szavára elítolják a kaját, amit ő 5 perc alatt megzabál és rohan tovább. Lehetséges, hogy ehhez az életmódhoz szoktatták. De ezt nem szereti. Anyu 3 órán keresztül készíti azt az ételt, sőt előtte bevásárol, stb. Az egy csomó teljesen fölösleges catch, ami az anyu kajájával jár. Ami pedig nem gazdaságos, így jár, magyarul mondva. Nem gazdaságos az anyu főztje. Bármilyen finom. Sokkal dinamikusabb, sokkal nyugatibb, európai. Nem ilyen balkáni undorító, ahogy anyu főz. Minden mocsok, paprikás krumpli undorító. Én most hagyd tegyek már vissza egy kis kanyart oda, hogy mi az, amit mi magunkba szívtunk mondjuk gyerekként, és emlékszem arra, hogy például az Oviban nekünk olyanokat olvastak fel, hogy izzik a galagony a ruhája, stb. Én nagyon utáltam Vörös Sándort. Lehet, hogy utáltam gyerekként, felnőttként viszont imádom, és arra jöttem rá, hogy nekünk valójában a legszebbet adták, tényleg a legszebbet. Engem a világból ki lehetett volna kergetni, és eltiltanám a gyerekeket a Vörös Sándortól. Semmi értelme. Rendben, azért csak befejezem. Ma viszont az Oviban Dagobert Megcsípről olvasnak a gyerekek a gyönyörű színes kézikönyvben, amit ki is lehet festeni, ahol az a dagat, vagy az a ostoba kis kacsa, az így az arany tallérok között úszik. Szóval, hogy képzeljétek el, hogy nekünk valami tényleg magas költészetet adtak, és ilyen szörnyű szarországot építettünk felnőttként, és képzeljétek azokat a gyerekeket, akik most Dagobert Megcsípen és a többi szeméten szocializálódnak, milyen lesz ez az ország 30 év múlva? Hát, szörnyű idők várnak ránk.
Én figyelem egy ideje a TV2-t, és azt látom, hogy minden és egyes... És még tudsz beszélni. Minden egyes műsor... Ja, de már fejlődöm vissza. Hol is tartottam? Televízió. A televízióban. Egyik sáv a másik után veszít az RTL-lel szemben. Gyakorlatilag minden műsorsávban leveri őket az RTL klub. Azt hiszem, hogy az Akták, meg a na, mi van ott? Meg a másik bulvár híradójuk, Napló. Aktív. Ez a... Fókusz. Magellán. Ezek valami két ilyen műsoruk az, amelyik egyáltalán versenyképes az RTL klubban szemben. Hírháttér. És mindig azon szoktam gondolkodni, hogy vajon minek lehet köszönhető az, hogy valaki következetesen veszít egy másik csatornával szemben, és nem vált. Tehát azt látom, hogy mind a két csatorna kólát ad el. Tehát mind a két csatorna, most így nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy milyen az image, milyen az arculata ezeknek a csatornáknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen arculatuk, vagy hogyha van, akkor körülbelül olyan, mint a Coca-Cola-nak. Tehát ez a dinamikus, merő, extrém sportoló, fasza, gyerünk el, mindenki szereti. Tehát, hogy ha belegondolok abba, hogyha mondjuk a TV2-t, mondjuk engem húzamosabb ideig, mondjuk 5 éven keresztül folyamatosan minden sávban leverne a konkurensem, és mondjuk második lennék, de a kettőből a második az még Barátok közt is utolsó, na barátok közt is itt van ráadásul, ahol aztán nagyon leverik őket, szóval ha folyamatosan vereséget szenvednék, esetleg elgondolkodnék azon, hogy valami más arculatot is lehetne csinálni. De én azt gondolom... Hogy miért? Tehát, ha végignéznek a piacon, annyiféle módon lehet egy terméket eladni. Tehát miért csak és kizárólag kólát lehet eladni, mint televíziót? El lehetne adni például, mint bankot. Mondjuk érted, egy stílusos, nyugodt, értéket közvetítő... Úgy látszik, hogy amellett, hogy folyamatosan veszítenek az RTL klubbal szemben, tegyük fel, bár én nem ismerek erre vonatkozóan objektív mérési adatokat, de tegyük fel, úgy látszik, hogy még így is megélnek. Mert nem ment tönkre ez a tévé, akkor hát a piac van, minek küzdjön, de akkor minek harcoljon? Most őszintén, miért kéne a kisujjukat is mozdítani azért, hogy jobb műsorokat adjanak le, ha így is boldogan mert ez nem piac, belőle. Mert két szereplő az nem és piac. Ők, ebből is látszik. Ők piac van, tehát ők imádják a piacot, ők nem azt szeretik jobban, hogyha nem piac? Na hát erről van szó. Hát nekem csak is az agyanom, hogy a piacot csak mi szeretnénk több szereplősnek, akik benne vannak, azok nem, azok nagyon kevés szereplőt szeretnének. Mert de tényleg, vagy ne piacosítják, csak és legyen az egész állami kézben, de akkor az tényleg legyen független. Egyrészt, már hogy nem az. Kitől? Hát mondjuk a kormányzatnak a propagandájától, propagandagépezetétől. Másrészt meg lehetőleg legyen lehetőség szerint független mondjuk a piacnak a lobby csoportjaitól olyan értelemben, hogy mondjuk akkor lássak reklámot, amikor ki van írva, hogy reklám, meg lehetőleg legyen mondjuk minőségi, és próbáljon meg valamiféle értéket közvetíteni. Egy megjegyzés a nézettségekkel kapcsolatban. Én korábban elkövettem azt a hibát, hogy Nem gondoltam bele abba, és lehet, hogy ti ezt sosem követtétek el, de hát van a hallgatók között ilyen, hogy ugye egész más Budapesten kábeltévés ellátottsággal tévézni, mint mondjuk amúgy is más szempontból is rosszabb helyzetben lévő vidéki településen, ugyanis ott elvileg a három földi csatorna fogható. Ez nagyon gyakran úgy néz ki, hogy abból az egyik földi csatorna az nem olyan jól fogható be, tipikusan az egyik kereskedelmi tévé, tehát úgy félig meddig befogható. Most ebből az adódik, hogy a verseny az korlátozódik arra, hogy az M1 és szemben valamelyik kereskedelmi tévé. Gyakorlatilag ebben a választékban nincs realitása annak, hogy ez egyébként is silány minőségű M1 legyen nézett. Ebből pedig az következik, hogy nagyon nagy nézettségeket fognak mérni országos szinten az RTL Klub TV2-nél. Én korábban azt gondoltam, hogy az emberek hülyék, de tényleg azt gondoltam, hogy a francba lehet, hogy még a kereskedelmi tévék között is vannak azért jobbak ennél, vagy ha legalábbis össze-vissza kapcsolgat az ember, akkor ki tud hozni egy olyan műsort, ami jobb, mintha folytonosan nézné a TV2-ző az RTL Klubot. És az igazság, hogy rosszul gondolkodtam, mert itt a budapesti elit fejével gondolkoztam, amikor 50 csatornából választhatok, vagy legalább 25-ből, és a valóság nem ez. És ettől egyébként jobb? Ne. Mármint mitől? Hát, hogy most 50 csatornából választhatsz, hát sokkal jobb, mint a TV2-ből. Miért? Hát, jó, annál mert, jobb, mint mert a TV2 egy másik csatornára. Mint a TV2 és az RTL Klub de, lenne a választ. De nem tudom, én nekem 4 éve nincs tévém, de ha néha olyan helyre megyek, ahol van tévé, leülök és elkezdek kapcsolgatni, engem nagyon bevonz, mert hihetetlen módon nem vagyok hozzászokva ehhez az ingerhez. És akkor azt veszem észre... Hát bocs, ez a személyes problémád. Csak úgy el fogom mondani, hogy azt veszem észre, hogy elkezdek kapcsolgatni, hiszen a csatornák általában szarok. Tehát úgy általában nagyon nehezen találsz valamit.
Elkezdesz kapcsolgatni, mész körbe-körbe-körbe, és azt veszem észre, hogy valójában nem történik semmi, ha kettő csatorna lenne ugyanígy kapcsolgatni, csak hamarabb rájönnék arra, hogy nincs mit nézni, mint 50 csatornán háromszor megyek végig, és akkor jövök rá, hogy nincs mit nézni. Tehát nem 5 perc alatt bukik ki a rendszer, hanem mondjuk egy óra alatt. Igen, de kár lenne összemosni mindent mindennel. Tehát azért a tematikus csatornák az nagyon más világ, mint a kereskedelmi televíziózás. Hogy reagáljak valamit az előbbi felvetésre, tudnék a Nincs TV-m témára, illetőleg, hogy hogyan kell kapcsolgatással választani. Ez már nagyon sokszor szóba jött az adások során, és egyszer szerettem volna elmondani. Nekem egyrészt az a véleményem, hogy bármit lehet rossz fogyasztóként fogyasztani. Tehát az a probléma, hogy bemegyek a Tesco-ba, és ott nem tudok választani, ahelyett, hogy tudatos fogyasztóként választanék más szempontok alapján, mit tudom, valaki a biót preferálja, valaki meg a Fairtrade-et, akkor az most miért a Tesco-t szídja azért, mert ő nem hajlandó tudatos fogyasztóvá válni. Konkrétan például szerintem az természetes, hogy az ember leül, végnézi a műsorújságot, sőt most már interneten lehet egyszerre mind az 50 csatornának végnézni a teljes műsorát, amit nézhet ki. Én úgy szoktam csinálni, hogy hét elején rászanok 10-15-20 percet, kiválasztom azokat a műsorokat, amit szeretnék megnézni. Ez összességében jó sok, néha átlapolódnak, olyankor fölveszem valamelyiket videóra, vagy ha le kell feküdnöm, akkor is, és így lehet nézni. A másik fele pedig, hogy nincsen tévé. Ez a következő a problémám. Egyre több, nagyon sok értelmiséginél látom azt, tipikusan 20 éves fiataloknál, ugyanazoknál, akik kerékpárra járnak a kritikálmaszra, ugyanazok, akik hajlandóak bizonyos kérdésekben valamilyen a közízléstől eltérő álláspontot képviselni, hogy nincs tévém. Ez nincs tévém, nincs tévém. Persze mindenkinek egyénileg természetesen a saját szíve joga, mert senkit nem lehet kötelezni arra, hogy tévét nézen, sőt, nem is szabad. Viszont nekem az az óriási félelmem, hogy kialakul ilyen szempontból egy olyan dolog, hogy a tévé az a proletáriátus, az alsóbb néprétegeknek a szórakozása, amire mi az értelmiség nem is figyelünk oda. Most az odafigyelés ez mit jelent? Az, hogy újságban kritikát ír valaki, de azt is, hogy a munkahelyén vagy a baráti körben beszélget ezekről a műsorokról. Ezeknek a beszélgetéseknek a során lepleződik az le, mondjuk ki egymásnak is azt, hogy az irigy hónagymirigy az penetráns, vagy azt, hogy a XY műsor az még szörnyebb, vagy azt, hogy egy műsor esetleg jó, abban értékek vannak. Ezekről tudunk beszélgetni, és ebben a közös párbeszédben alakul ki valamilyen viszonyulásunk ez a kultúrához, hiszen azt hiányoltuk, hogy az emberek nem viszonyulnak ehhez, csak egyszerűen elfogadják a Kalambót vagy a Bud Spencert, és még azon belüli jobbat sem találják meg. Hogyan találnák meg, hogyha pont a legértelmesebbnek magukat gondoló emberek, akik más szempontból hajlandóak tudatos fogyasztók lenni, és társadalom kritikával bírni, azok azt mondják, hogy én már pedig nem nézek tévét, erről nem alkotok véleményt, és egy gondolatot még, hogy ezzel tulajdonképpen szabad prédájává teszik az embereket, annak az értelmiségének, aki mondjuk a lelkét is eladja azért, hogy őt műsort készíthessen, és a önti a szemetet. Tehát, akit egyébként ezek után ne nevezünk értelmiségének szerintem. Oké, nem ezen van a hangsúly, így van, egyetértek, tehát őnekik dobtuk oda az embereket. Amit mondasz, azt egyrészt értem, és nem rossz, viszont közben meg hagyd tegyem hozzá, hogy nehogy már ezek miatt nekem most kötelező legyen megnéznem. Nem, ezt mondtam, hogy nem kötelező. Az irigy honaimirigyet, hogy tudjam kritizálni. Én eleget láttam ezeket ahhoz, hogy rájöjjek, hogy az egész úgy, hogy van. Persze vannak benne egyszer-kétszer jó filmek, van a gépész, meg van akármi. De ez nem olyan, mint a fekáliában a kukorica, ami még nem lett megemésztve. És nem biztos, hogy ezt ki kell csemegéznem közül, lehet, hogy inkább elmegyek színházba, vagy elmegyek moziba, vagy az interneten. És nem érzed ezt a kettészakadást, vagy az interneten választok magamnak egy tartalmat, vagy egy könyvet veszek a kezembe, ahol én határozom meg, hogy mit fogyasztok, és nem pedig azt teszem, amit elém tesznek. Világos, de más dolog arról beszél, hogy te nagyon az énből indulsz ki, nem pedig a miből. Tehát a kollektíva, amikor te kollektívában élsz, érted, akkor van egyfajta felelősség. De amikor az akkor az én felelősségem nem abban áll, hogy megnézem az irigy hónaimirigy műsorát és kritizálom, hanem abban áll, hogy azt mondom, hogy meg se nézem, mert már láttam eleget ahhoz ebből, de hogy nem kérek belőle. És tudod mit? Olvastam egy jó könyvet, és beszéljünk arról. Szóval ez egy egész más dolog, hogy miért kell megmaradnom azon a pályán, amit kijelölnek számomra, hogy ez ebben a ringben mozogja. Ezt azért érzem elefánt. Miért nem léphetek ki belőle? Azért érzem elefánt csontorony magatartásnak, mert a statisztikák szerint az Egyesült Államokkal szinte holtversenyben
Magyarországon a legtöbb időt nézik az emberek a tévét, tehát naponta nem akkor tudom nézem én órát. Is, nem? Hát ez ne, nem ezt állítom, hogy tehát hogyha ezt értetted a mondani valóban, akkor megpróbálom másként megfogalmazni. De amikor azt mondod, hogy a statisztikák szerint nálunk nagyon sokat néznek tévét, akkor lehet, hogy éppen ez nem elefántcsorony, nem elefántcsont torony, hogy azt mondom, hogy én nem nézem ezen túl, hanem éppen az ebből való kiút, keresés, vagy akár egy lehetséges megoldás, hogy emberek, ne nézzétek, itt egy tök jó könyv, olvasd el, kölcsönadom. Pont ezt látom, hogy ez a gondolkodás ez terjed, és teljesen érthető, sőt, hát hogyne, természetesen a te indokaid arra, hogy ne nézz tévét, borzasztóan érvényesek. Csak elég belenézni a kereskedelmi tévék vagy az M1 műsorába, és azt mondja, hogy hú, de mennyire igazad van, hogy nem nézel tévét. Tehát nem vitatom az érvédet, én csak azt látom, hogy ebből egy olyan társadalom képe rajzolódik ki, ahol ugye egy bizonyos réteg leteszi a tévét teljesen, azt mondja, hogy én ezt abszolút nem. Ezáltal a tévének a megalkotásába, vagy a kritizálásába is kevésbé ezt van én benne. Értettem, csak a másik réteget nem tudom azzal megóvni, hogy én is nézem a tévét. De azzal tudom megóvni. És jó műsort csinálsz, azzal bizonyos értelemben megóvod. Sem kell neked személy szerint. De nem engednek be a műsorba, jó műsort csinálni. Hát miért engednének oda? De nem személy szerint kell neked bemenni, hanem mondjuk az értelmes embereknek azért fönn kéne tartani a lehetőséget, hogy kritizálják, fönn kéne tartani a lehetőséget, hogy beszéljenek róla, hogy véleményt alkossanak, és esetleg csinálják a tévét, nem meghagyni azoknak. Én úgy vagyok ezzel, mint mondjuk az NSDAP-vel, hogy oda nem lépnék be. Tehát én számomra annyira leszerepelt ez a struktúra, hogy én már ebből nem kérek. Tehát tényleg legyen már egy olyan, mint a passzív ellenállás, hogy nem veszek részt benne. Tehát vannak olyan rendszerek, amikből az ember kiszáll. De akkor azt értsétek és meg, szálljon ki minél több azt ember. Meg, hogy ez a két attitűd, ez mind a kettő, amit képviseltek, teljesen oké, és teljesen védhető, és teljesen korrekt. Tehát tök korrekt köszönjük. Az, amikor valaki fölkínálja a lehetőségét annak, hogy erről igenis folyjon közbeszéd, mert közös felelősségünk, amit a Gergő mond, és teljesen igaza van, közös felelősségünk, hogy mi folyik a tévéből, és nem vonulhatok ki ebből, mert ezzel magára hagyom azokat a tömegeket, értelmiség nélkül hagyom, illetve Jánusz arcú értelmiségiek mellett hagyom azokat a tömegeket, az ő portyájuknak hagyom azokat a tömegeket, amelyek kiszolgáltatottjai a televízió agymosásának, és a Dávidnak is teljesen igaza van, aki azt mondja, hogy alternatív intellektuális forrásokat kell találni, és kell diktálni a tömegek így számára. Van, ez van. A kettő együtt kell, hogy érvényesüljön. Mind a kettőnkben akkor valójában az a közös, hogy ezzel a kérdéssel szemben nem vagyunk közönösek. Tehát mind a ketten valamit ezzel ebben a kérdésben el akarunk érni, ki akarunk mondani. A probléma az lenne, hogy ha nem beszélnénk róla, sem arról, hogy nézem, sem arról, hogy nem nézem, nem kritizálnánk semmilyen módon, sem választással, sem nem választással, hanem néznénk és fogyasztanánk. Akkor lennénk igazán nagy bajban. Teljesen egyetértve egy megjegyzés, hogy azért én hiszek abban, hogy létezik a jó tévéműsor fogalma, és láttunk már, mit tudom én, milyen biztos ilyen öveges professzor jut mindenkinek ilyenkor eszébe, vagy nem tudom, de lehet, hogy ezt modernebb formában is meg lehetne csinálni. Tehát én hiszek abban, hogy lehet jól csinálni, és igenis azoknak az embereknek, akik szegények, akiknek nincs mondjuk elutazni, akik nincsen mondjuk elmenni a színházba, mert vidéken élnek és szegények, vagy azoknak, akik szomjúznak a kultúrára, de mondjuk nincsenek meg hozzá az infrastruktúráis, vagy akár szokásbeli dolgaik, azoknak lehetne adni, és pont ezért gondolom, hogy egy nagyon nagy csatornát nem biztos, hogy bezárni kell, amellett, hogy teljesen egyetértek a véleményeddel, miközben más gondolok. Egyébként, amikor azt mondod, hogy nincsenek meg a forrásaik ahhoz, hogy moziba vagy színházba menjenek ilyesmi, akkor erről most nem a te érvelésedről, de eszembe jut az, hogy nagyon sokszor szokták azt mondani emberek, megkérdezem, miért nem olvas, mert a könyv az drága, és akkor mondom, mennyi egy könyv? Könyvtár. Ez az egyik, de mondjuk mennyi egy könyv? 1500 forint, az drága. De tényleg, mennyiért ebédel a McDonald'sba? Mennyibe kerül neki a havi cigarettája, vagy mennyibe kerül a kábel tévéje, vagy 1000 millió dolog mennyibe kerül, amire nincsen szüksége? Ja. És egyébként a könyvtár, amit mondasz, hát az meg tényleg nevetséges. Hát fél évre könyvtár, antikvárium, könyvtár. Minden megvan benne. Csak a csókolom. Jó, hát az a fő kérdés, hogy tudunk-e alternatívát kínálni. Hogy képesek vagyunk alternatívát kínálni, mert a tévének, annak meggyőződésem szerint nem alternatívája a könyv. Mert ezek különböző... Jó, rendben, de például a DVD, tehát elmehetsz egy TK-ba, kivehetsz egy jó filmet, csak az a probléma, hogy onnan is a gyilkos kaszálógép 3-at fogják kivenni az emberek. De lehet, hogy jobbak az arányok, erre kíváncsi lennék. Nem láttam soha még ilyen statisztikát, nem tudom, létezik-e, de lehet, hogy a DVD kölcsönzés nél a minőség aránya, és persze kijelenti ki azt, hogy mi a minőség, és mi nem, hát most éppen mi. Szóval
Lehet, hogy ott jobbak az arányok, mint a úgymond rákényszerített. Ezt is csak a nagy filmforgalmazók tudják, akik egyébként a tévéket is ellátják. Egy TK-s meg kéne egyszer kérdezni. Mentek TK-ba, kérdezzétek meg, hogy szerintem jobbak vagy rosszabbak az arányok. A fogyasztói szokásokat nagyon-nagyon nehéz befolyásolni egyébként, de ne írjuk le azt a nagykönyvbe, hogy nincs olyan, hogy jó tévéműsor. A tévé sem az ördögtől való szerkezet, nem a sátánnak a hangszere, ami játszik, a lelkünkön játszik. Mert ez felmentést is ad azoknak a gagyiknak. Tehát pontosan azokat kell szembesíteni, akik ezt a vacakot csinálják, hogy lehetne minimum közepes szinten. Rendben, ez olyan, mint hogy szokták mondani, hogy a kés is ugye megveszed a boltba, és lehet vele kenyeret szelni, meg embert ölni, a tévé is ilyen, hogy lehetne jóra használni, hát most jelenleg nem arra használják. SMS-ek. Szevasztok, ugye milyen csodálatos a magyar nyelv? Kérdezi az SMS író. Csatorna, mondjátok, és valóban. Szerintem csak a hasznot nézik, a jutalékot a borítékban, semmi más. Ha közszolgálati, akkor legyen minőségibb, emeljen és ne süllyesszen. A lányomat a tévében egy véletlenül meghallott vers megindította és utána járt, pedig előtte nem szeretett ilyeneket, írja Lina. Sziasztok, ha már... Ez a Kárpátja együttes valamelyik dalszövege, nem? Miért ilyenek vannak a tévében? Ebből is látszik, hogy a tévé veszélyes, tehát megindítja az embert. Sziasztok! Ha már a versenynél tartunk, a Story magazin tulajdonosa számos más bulvárlapot indított, hogy saját magának teremtsen konkurenciát. Ezzel piacot nyer, régi bevált módszer. Hát ez az üdítő italoknál van, hogy minél többféle terméket ki kell hozni, és egyébként ez az állatvilágban is létezik, a trópusi őserdőkben ez a stratégia. Hát csak kérdés, hogy mit termelünk üdítőt, kis cerkóf majmot, vagy pedig csatornába valót. A piac határozza meg az egyén fogyasztását, és nem a fogyasztó a piac kínálatát. Jajanek. Az a baj, hogy ez nincsen így. Az a baj, hogy ez nagyon nincsen így. Ez a nagy hazugság, hogy a piac meghatározza az egyén fogyasztását. Ezek kölcsönösen hát így van, de hát egymásra. Ez az, hogy amit diktálnak, azt mondod vissza, azt befögöd vissza. Ami neked szól, SMS, Dávid. Kétféle ember van, aki néz tévét, és aki azt mondja, hogy nem néz tévét, írja közkedvelt. Jó, én ezt nem tudom cáfolni, hiszen nem viszlek a lakásomba be magammal, és nem tartalak ott 4 éven keresztül, hogy lásd, hogy nem nézek tévét. Kétféle ember van, az egyik, aki szerint kétféle ember van, a másik, aki szerint nem kétféle ember van. Fizikai munkás vagyok, írja az SMS író. Nincs tévém, és nem is akarok, inkább olvasok. Viszont Budapeti ezzel ellentétes véleményt fogalmaz meg. Inkább 100 Bud Spencer film, mint egy unalmas művészfilm. Csak hogy itt az unalmas és a művészfilm, az miért egy ilyen kötelező szókapcsolat? És hát a Bud Spencer nem unalmas, igen, természetesen. De, miért de a 100 Bud Spencer film, tehát amikor képzelem, hogy megnézi a 99. Bud Spencer filmet, és még mindig élvezi. Jaj, de jó, hogy nem egy unalmas művészfilmet kell megnéznem, de tényleg. Tehát egy kötelező szókapcsolat ez, hogy unalmas és művészfilm. Tehát nem láttál még olyan filmet, ami igényes volt. Úgy érezted, hogy valami újat adott, valamit elmondott neked a világról, és még élvezted is, mert az egy igényes, egy szórakoztató, egy jó művészfilm. Na ez a művészfilm volt az, és újra a Dübe jövünk, vagy valami ilyesmi. Ja, de egyébként ne haragudj, figyelj, tényleg teljesen egyetértek veled, az unalmas művészfilmeket mi sem szeretjük. Igen, az senki se. Talán az unalmas művészek. Robi, a világban kialakult helyzetért azok a birkák a felelősek, akik etetésére létrejöttek az egész multik hadai, ugye? Egy példa, a Microsoft beta szoftvereket ad el, és az eladott szoftverek dobozán nincs feltüntetve a beta jelzés. Ez világunk legjobban jövedelmező átverése, írja az SMS író. Most megy a Balázs Show, mégis titeket hallgatlak, pedig senki nem mondta, hogy vagytok. De a képet remélem ott hagytad. Ez most akkor hogy van? Hát nem tudom, valószínűleg minket is valamelyik kiválasztott vagy, és magasan a magyar színvonal fölött lebegsz. A piros kapszulát választottad, igen. És nem a kéket. Mi is csak a szeméttengernek vagyunk egy fodra, egy hulláma, tehát mi is ugyanazt a szemetet dagasztjuk, ugyanazt a szartalicskát toljuk. Sosem lesz olyan műsor, ahol élőben megcsinálják a reklámfilmek hazugságait, szipi-szupi mosópor, melyből egy kiskanálnyi elegendő egy autójavító brigád ruhájának a tisztítására, írja az Ozóka. Sziasztok, a múltkor arról beszéltetek, hogy az ismeretterjesztő csatornák nézése mekkora nagy alibi, semmit érő álművelődés. Ezt légy szíves, fejtsétek már ki, írja Gergő. Gergő, fejts ki Gergőnek. Hát több szempontból is szerintem támadható a dolog. Egyrészt nyilván van kivétel, és nagyon sok kivétel van, de
nagyon sok természetfilm egyszerűen hamisítvány. Tehát egész egyszerűen tényszerűen ki lehet mutatni, hogy amit abban mutatnak, valóságnak állítanak be, az nem felel meg a tényeknek. Olcsó, ócska, bulvárgagyi. Tehát pontosan ugyanazt csinálják az állatvilággal, amit az emberi kapcsolatokkal, amikor ilyen bulvár szintre züllesztik. Gyakorlatilag úgy viszonyul a természethez az ilyen ismeretterjesztő film, mint az emberi kapcsolatokhoz a Mónika Show-ban kifejtett emberi kapcsolatrendszereknek a váza. Mondok egy egyszerű példát. Mindenki ért valamihez. Egyszer néztem rendszeresebben egy műsort, amiben különböző ismeretterjesztő témák merültek föl, és egyszer csak szóba került egy olyan, amihez véletlenül épp picit értek. De ezt most nem úgy értem, hogy nagyon, csak úgy tudom, hogy milyen fogalmakról van szó. És azt láttam, hogy töménytelen blödség, hazugság, tévedés össze-vissza keverede. És ekkor ijedtem meg, hogy uramisten, rengeteg témában az ember nincs otthon. Hát sőt, a tudományos témák többségében az ember nem lehet annyira otthon. Hát azok is ilyen szinten blődek lennének? Vagy máskor nem is ez a leleplező, hanem az, hogy hallja az ember, és nem tudja pontosan, hogy milyen tudományág, milyen részlete, hogy van, de hallja, hogy ez így nem lehet igaz, ahogy elmondták, biztos valahogy máshogy igen. De például olyan dolgok is vannak, hogy most egy nagyon egyszerű példa, hogy az ókori Kínáról láttam a múltkor egy műsort, amikor pont nem néztem tévét, mert ugye nem szoktam. A lényeg az, hogy láthatóan úgy működik ez. Tudjátok, kétféle ember van. Igen, és én most a másik féle vagyok, mint aki az előbb voltam. Tudjátok, háromféle ember van, aki tud számolni, meg aki nem tud számolni. Jó, és... Az ókori Kínáról szóló műsorban mondták egyszer azt, hogy Beijing, aztán mondták egyszer azt, hogy Peking. De két külön városról beszéltek, miközben Beijing az egyébként a pinyinnel átírt Pekinget jelenti, tehát kínai módon átírt Peking, és ezt a fordító ezt már nem tudta. De ezt tehát én is tudom. Én amikor művelődtem, akkor valójában kaptam egy rakás szart, hiszen valótlan információk voltak abban a filmben. Ezeket egyébként úgy fordítják, hogy így tényleg egy este alatt le kell fordítani egyet, mert 100 ilyen filmecskét le kell vetíteni azon a héten. Tehát az egész valahogy egy ilyen darálon, egy ilyen közben itt mutogatnak a stúdióban, ami nekem erősebb megnehezíti a koncentrációmat. Robi megkérte, hogy fejtsek ki valamit, és még akartam hozzá valamit mondani, de annyira nagy jelentősége nincsen. Mondani? Mondjad. Azt, hogy nagyon gyakoriak azok a műsorok, amik így valahogy így a jövőről szólnak. Na, a jövővel kapcsolatban aztán még inkább sikamlósak a terepek. Bemutatják, hogy majd milyenféle pusztulás vár ránk, vagy éppen ilyesmi. Hát valójában össze-vissza lehet hazudozni. Olyan durván, de tényleg olyan durván, és az ember egy picit veszi a fáradtságot, és végig gondolja a mondatokat, és nagyon gyakran egyébként úgy vannak megfogalmazva a mondatok, hogyha figyel az ember, hogy hát várhat ránk ezt. Tehát még esetleg tényszerűen mondjuk egy bíróságon megvédhető lenne, hogy nem hazugság volt. Tehát vajon mit fogunk itt találni, és akkor hirtelen reklám szület. Továbbá abban nagyon ügyesek ezek az ismeretterjesztőnek beállított műsorok, hogy nagyon-nagyon hosszan tudnak beszélni a semmiről, nagyon látványos képsorokkal alátámasztva, tehát például, hogy várhat ránk egy szörnyű özönvíz, és akkor mutatnak ilyen képeket, hogy New Yorkot elönti a víz, és utána meg arról beszélnek, hogy egy aszteroida csapódik be a földbe, és akkor mutatják, hogy az Eiffel torony szénnég, és semmiféle tudományos alapot nem találnak ehhez az egész. Ez az egész ugyanolyan, mint a texasi kopó, hogy megpróbálnak valami látványos filmet összedobni, hogy versenyre kelhessenek vele. Jó, hát a leggusztustalanabb az, amikor megpróbálnak a természetfilmből akciófilmet csinálni. Igen, elnevezik a kis állatot. Igen, és az megfigyelted, hogy a bizonyos állatok, azok gonoszak, tehát amelyiket az ösztöne ugyebár arra hajtja, hogy ragadozzon értelemszerűen. Akinek a helye gonosz, ott van. A gonosz aligátor, és a lesrád elkap, és nem menekül. A szelíd kis őzgidát. Igen, érzelgősek egyrészt, mert hát egy jó akciófilm mindig érzelgős, mert kell, hogy legyen benne jó, és kell, hogy legyen benne rossz, a gonosz. És akkor a gonosz vadász elfogja, és az a legförtelmesebb benne, hogy az egészet egy ilyen adrenalin sportnak állítják be a természetet. És ez mennyire hihetetlenül hamis természetkép. Tehát akinek valami köze van a természethez, az tudja, hogy ez micsoda egy hazugság, hogy kegyetlen a krokodil. És hogyha már természetfilmeknél tartunk, akkor emlékszem, hogy 10-15-20 éve még olyan természetfilmek voltak, ahol valami kis bozótos ilyen lesből nézett a minket kalauzoló műsorvezető, és így suttogva mondta, hogy most ott éppen ez meg ez történik a folyó túloldalán. Végvári most Tamás hangját halljuk. Egyértelműen kizárólag. Most viszont olyan természetfilmeket csinálnak, hogy egy őrült ilyen tényleg egy őrült módon gesztikuláló és üvöltő ember odarohan a krokodilhoz, leteperi, így
persze már rögtön 3-4-en lekötözik, és utána ott így mutogatják, meg bottal bögdösik, hogy itt meg itt milyen testrészei vannak. Szerintem abszolút káros az, ahogyan ma a természetfilmeket elképzelik, az is akció lett, hogy be kell rontanom a viperák közé, hogy végre valaki nézze a műsort. Valaki hajlandó legyen egy állatra odafigyelni, mert így önértékén ott van az az állat. Arról beszélünk, hogy mivel táplálkozik, hogyan túrja fel azt a kis odvát. Hát ez ki a szart érdekel, amikor a másik csatornán Walker a texasi pokkopó zúzza éppen a bunkó bűnözőket. Ezzel szemben egy jó alternatíva, hogyha berongyolok oda, a lehetőleg így körülvesznek a skorpiók mindenhol, akkor a skorpió az már egy téma, tehát akkor már az egy természetfilm. Ennek a műfajnak a koronázatlan királyát azt nem régiben ölte meg egy elektromos rája. Nem elektromos, hanem mérges tüskével nem tudom sajnálni a csávot komolyan, aki az egész életében abból élt, hogy különböző állatokat vegzált, és folyamatosan fényezte magát. Ilyenkor Gaia. Én olyan rohadt bátor vagyok, hogy ide jöttem, még sokkal gázom. Ilyenkor a Gaia elmélet így kezd hitelt kapni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Föld egy nagy szervezet, igen, és ez a szervezet most ezt a parazitát így veszi, ezt a betolakodót így az immunrendszerével, amit egy nagy óriás tüskés rája, vagy nem tudom micsoda személyesített meg, azzal így kivetette magából. Tényleg, tehát minősíthetetlenül viselkedett egyszerűen úgy, és hogyha mi ezt nézzük de a tévében... A természet arcába kesztyűt dobott. De hogyha mi... De hogyha mi így nézzük a természetet, így állunk hozzá, és ezeket a filmeket nézzük, és ebből szívjuk magunkba, hogy hogyan kell a természetben viselkedni, akkor valami iszonyatosan rossz nyomon vagyunk. Tehát mert már csak ezért sem igazán jó ismeretterjesztő filmek ezek. És azért rosszabb szerintem a Walkernél. Tehát jó, egyrészt annyiban jobb, hogy nagyon sok jó természetfilm is előfordul, meg vannak közepesek, tehát azért a skála mind a két vége létezik. Viszont azért rosszabbak a rosszak, mert azt hazudják, hogy igazat mondanak. Tehát a Walkerről alapvetően azért nagyon-nagyon kevesen, és ők talán nem biztos, hogy hallgatnak minket, gondolják azt, hogy ez egy dokumentumfilm. De nem a Walker, az a forgórugást adja el neked. Mert igaz, jó, de van most, oké, csak azt akarom, és van egy igazi sutyó, aki tudja a forgórugást. De arról tudja, kevesek gondolják, és ők mind Texasban élnek valószínűleg konkrétan, akik ez egy nagyon rossz vicc volt, bocsánat. És megbánkoztuk a texasi hallgatóit. Ezt én bunkóságnak tartom. Minden olyan hallgatóktól, aki Texasban nem csak lakik, aki nem hallgatja a texasi, azt is megbántottam, elnézést. Mindegy, a lényeg, hogy azt hazudják, ugye, hogy ez igazság, tehát a természetfilmben. A Walkerről legalább senki nem hiszi azt, hogy abból bármit megtudsz. Senki nem gondolja azt, hogy hát ez ismereted terjed. Legalábbis bízom benne, hogy nem hiszik ezt. Ez a szörnyű, hogy a Walker tényleg a forgórugást adja el, ezzel szemben a másik meg a természetet kínálja, és amit elad neked, az egy forgórugás. Ez a szörnyű lenne igazából. Azt írja az SMS író, aki vitatkozni szeretne a unalmas művészfilmekről lebeszélni kívánó SMS íróval, akinek a neve az, hogy most már nincsen teljesen előttem. Bundapetyával akar vitatkozni. Unalmas művészfilm, kérdezi az SMS író. Te jó ég, akkor mi a Brazil, a Falfúró, a Libido, a Delikatessen, a Gépnarancs, az 1984, a Kortszerelmek, a Zsinóron, a Bábok, stb. Nézzél, ebből egyiket sem láttam végig. Van olyan. Ez nagyon jó. De még olyan művészfilmek is vannak szerintem, amit az előző SMS író is látott, csak nem is gondolta, hogy művészfilm, mert ő neki a művészfilmről az ilyen poszt 80-as évekbeli szörnyűség ugrik be tényleg, amikor valami elviselhetetlen zajra tekeregnek az emberek a képernyőn. Rendben van. Azt is szokták annak nevezni, de hát nyilván van más. Íme egy SMS. Terjeng egy párbeszéd a neten. Nem tudom igaz-e, de teljesen életszerű. Mónika Só, statiszta a színpadon. És akkor mondtam neki, hogy hívja föl a cigány kurváját a Vesztelen. Mónika közbeszól. Megkérhetném, hogy a szolgáltató nevét ne mondja ki. A Mónika Show az tényleg nagyon durva, de egyébként... De maga az a szisztéma, hogy Mónika Show. Szerintem, én nem is értem, szerintem bírósági úton lehetne vele kezdeni valamit. Egyébként én nem vagyok híve annak, hogy bírósági úton ízlést formáljunk, de gondoljunk abba bele, hogy ott mindenki tudja, aki ezügyben kicsit is tájékozott, hogy ott hazudnak az emberek. Tehát magukat valaminek mondják, Mónika őket valakinek bemutatja, majd hazugságokat mondanak el. Mivel ezeket a hazugságokat nem maguktól mondják, hanem ezeket megírják számukra, ezért ez egy szervezett, fizetett hazugság. Már majdnem politika, ugye? Tehát egyszerűen elképesztő. Szerintem, én nem tudom, én nem ismerem a törvényeket, de az erkölcsöm
ember biztosan ütközik, ez nagyon súlyos. Na jó, de amikor mondjuk az ember megnézi a Matrixot, amiben szintén hazudnak, mert azt állítják, hogy ez meg az van, és így meg így. De bocsánat, ott nem is hazudják azt, hogy ez igaz. De valójában, vagy ott van például a Blair Witch Project, az azt hazudta, sőt az egész híresztelése minden az volt, az Ideglelés című film körül, hogy valóban eltűnt egy amerikai erdőben három egyetemista, és azokat valami szörnyetek felzabálta, és ezt a filmet, ezt amit 80 ezer dollárból forgattak, ezt valami 200 millió dollár hasznot hozott, ezt bekajálta az egész amerikai nemzet. Az is egy hazugság volt, pedig közben én azt mondom, hogy művészet. És bár a Mónika sora nem mondom, hogy művészet, de miért ne lehetne hazudni? De tehát miért kell igazat mondani? De nem ez a hazugság. A családi kör annak idején igaz volt? De most tényleg arról fogunk beszélni, hogy hazugság vagy igazság, nem pedig arról, hogy micsoda bűncselekmény az emberi méltóság ellen, micsoda iszonyatos bűncselekmény a közgondolkodás, ez a közerkölcs. Ez szerintem összefügg, azért függ. Az elsőszótól az utolsói igazat mondanak. Egytől egyig mindegyikük. Akkor sem lenne szabad ezt képernyőre. De nem is mondanák ezt. Tehát én azt mondom, hogy normális emberek, vagy átlagos emberek, vagy bármilyen ember magától minden nap nagy tömegben nem mondana ilyeneket. Tehát itt arról van szó, hogy az embereknek a valósága azért ennél sokkal jobb, és ők pénzzel, megírt forgatókönyvvel az igazságot forgatják ki. Tehát miért nem lehet rohadt nyomasztó embereknek az élete? De azok nem ilyenek. Szerintem simán előfordulhatnak ezek az arcok, és ezek az élettörténetek. Állíthatod, hogy mindegyik hazugság. Okay. Én inkább Robival értek egyet. Nincs alapvető vitánk szerintem ez ügyben. Tehát oké, most ezt tegyük félre, hogy igazság, hazugság, attól még a te részed az nagyon is igaz lehet. Jó, mindenképpen szerintem ez a kulcsa, hogy valójában ízléstelen, undorító, és aki ebből húz hasznot, aki ebből él, az valami nagyon rosszat tesz. Tehát vannak ízléstelen, undorító dolgok a világon, mondjuk undorító eladni valakinek heroint, mondjuk egy gyereknek, vagy akárkinek, egy függőnek, de van, aki ebből él. Hát Mónika úgy látszik, hogy választott magának egy ilyen szaros foglalkozást, és abból egész jól profitál. De nem csak ő egyedül, tehát ezt egy iparág működteti, egy tévé működteti, van egy szerkesztő, sőt Mónika bizonyos értelemben egy báb, ezzel nem a felelősséget akarom én az ő vállára levenni, de hát ő kicsoda, tehát kit érdekel. Mónika az egy banki alkalmazott volt, és akkor komolyabb bűnöket is elkövetett. Nem, hát egy semmi kis banki alkalmazott volt, semmi egy pénztárnál dolgozott. Meg egy semmi kis média munkás, hát most nem került följebb. Oké, nem az, hogy lebecsüljük, vagy nem becsüljük, hogy lehet összehasonlítani? Jó. Egyáltalán hogy jut eszedbe? De ez nem is az ő személyiségéről szól. Tehát már rég elmúltak azok az idők, amikor valamilyen tévés személyiséget össze lehetett kötni a műsorral. De most csak arról, hogy mit, mennyire kell alkalmasnak lenned, vagy milyen feltételrendszert kell teljesítened ahhoz, hogy vezethess egy műsort. Gondolj bele, hogy az Árpa Attila akkor, amikor mobiltelefonált és azt beszélte meg, hogy lesz ez a műsor, most kell egy ilyen kibeszélő show, és kéne neki egy műsorvezető, és éppen a banki ügyeit intézte, és ott állt vele szemben történetesen éppen ez a erdélyi Mónika. De hát ezt tesz igazán alkalmassá. Az, hogy nem létezik. Ha olyan személyiséget hozod, aki valamilyen módon integer, aki valamilyen létezik, tehát egyszerűen létező személyiség, létezett már esetleg a médiában, vagy azon kívül van személyisége, az tökéletesen alkalmatlan a kereskedelmi tévéknek. Nem csak ez, hanem ha mondjuk azt mondták volna Vágó Istvánnak, hogy tervezünk egy ilyen nagy nézettségű délutáni műsort, és erről lenne szó benne, azt mondta, hogy köszönöm, nem vállalom. Általában nagyon sok ember mondaná, de ha valaki, akit onnan emelnek ki, ahonnan szeretne nagyon szeretne kiemelkedni, az elvállal bármit. Tehát neki ez egy iszonyatos jó ajánlat. Pontosan, tele van ilyen személyiségekkel a magyar média, ilyen felemelt személyiségekkel, akik nem léteznek amúgy, nem léteztek, nincs. Nagyon néha előfordul, hogy valakiből kiválik valamit, azt ki is rúgják, nagyon hamar kiveti magából a rendszer. Szerintem azt kell megérteni, nem arról van szó, hogy micsoda szégyen az, hogy ilyen alkalmatlan ember oda jutott, hanem az alkalmatlanság az alkalmasság egyetlen feltétele. Valójában ő egy jó végrehajtó, tehát egy olyan ember, akinek azt mondják, hogy ez a műsor, és ő megcsinálja. Csak aki nem kérdez, és nem változtat ezen. Néha azért vannak ellenpéldák, ott van például a Hajós András. A Hajós András, aki fölépített magának egy nagyon-nagyon-nagyon markáns imidzset, egy ilyen alterértelmiségi jazzzenész, alter showman imidzset, ami eléggé ismert, lehetséges, hogy neked nem tetszett, de most nem az a lényeg, hogy neked személy szerint tetszett, hogy elkülönbözött a mezőnytől. Tehát, hogy megjelenített valamiféle Hajós Andrásságot. Igen. Na most,
amikor ő át akart menni, megbukott ezzel a TV2-n, aztán megbukott ezzel a Viaszat 3-on, és amikor át akart menni az RTL klubhoz, akkor ott volt egy szigorú feltétele ennek. Az volt ennek a feltétele, hogy Hajós Andrásnak igenis vezetnie kell egy minden eddiginél alantasabb műsort, amivel ő az eddigi jól felépített, gondosan felépített értelmiségi imidzsét, ezt a különállását, ezt az intellektuál különállását lerombolja a sárga földig. Ez a műsor volt a Benne leszek a tévében. Ja, bocs, én arra mondtam, hogy szörnyű. A Benne leszek a tévében című ocsmány undorító szemét műsor. Igen. Na most, de nem emlékszel, előtte volt egy külön szám című showműsora. Jó, igen, elnézést. Annyira más világ tényleg, volt, érted? Igen, tehát, jogos. Ezért is érdemes meghallgatni, amit a másik mond, és akkor azt tudunk rá jól. Jó, hát néha véletlen. Az én számból mond, annyira autentikusan mond, mondd, hogy mi bánt? Vaktöltény is elsül néha. Engem alapvetően az bánt, hogy ez volt a feltétele annak, hogy Hajós András bekerülhessen a heti hetes mezőnyébe, ahol aztán intellektuálisan elkente mindenkinek a száját, mert hogy hát azt kell mondani, hogy a Hajós András volt nehéz. Az egy valójában hát lehetséges. De nézed a heti hetest? A Hajós András az hát előfordul vele. Na azt még én sem nézem, tehát annyira durva tévénéző. Hát én halálra frusztrálom magam, főleg amikor az Alföldi kinyitja a száját, hát akkor úristen. Na mindegy, én a múltkor jöttem rá arra, én nekem eddig nem volt. Bocsánat, csak hogy befejezzük a történetet, Hajós Andrást azért végső soron tulajdonképpen kivetette a gépezet, tehát nem kivétel ő sem, nem, ugyanis egy vasárnap este 11 után kezdődő, tényleg senki által ma már nem nézett. Na ez nem igaz. Hát azért kíváncsi lenni. Már korán sem nézik annyian, mint mondjuk 3 tizedel nézettsége szerintem. És az látszik abból, hogy mikor adják. Igen, pontosan. Tehát jó, nem mondok, nem teljesen vetette ki, hanem úgy a perifériára lökte. Nem ő van minden nap a Mónika Show-ban, vagy tehát nincs Hajós András. Én a Hajóst egyébként egy alkalmas embernek tartom. Tehát szerintem a Hajós ezért is alkalmatlan. Képernyőképes, médiaképes. Ezért próbálták kinyomni mindenhonnan. És igen. Tulajdonképpen szerintem ki is került. De beintegrálták ebbe a heti hetesbe. De mi az a heti hetes? Rajtad kívül nem nézi senki. Ez a heti hetesnek már csak egy ilyen csak te nézed, és te is csak az Alföldi miatt. Az volt a legsötétebb pillanat, amikor kezet csókolt a Farkasházi Tibadarnak Hajós András. Csodálatos, mégiscsak kéne, hogy legyen tévém. Elmesélem azt. Nem írták a műsor újságban, nem tudtam előre bejelölni. Ebben a részben mire veti? Mondd el, Robi, mert nem láttuk. Ez az én számomra felejthetetlen. Az történt, hogy már háromszor vagy négyszer minden alkalommal egy jó nagyot rávert. De mert hogy a Hajósnak jó poénjai vannak, és megvan az a rossz tulajdonsága, ami úgy tűnik, hogy néha így nem fizetődik ki, hogy nem tudja visszatartani. Miért a Farkasházinak is jó poénjai vannak, nem? Nem. Bár még egyet sem hallottam. Én nem hallottam tőle egyet. Hát de lehet, hogy jók, csak még sosem mondott. Nem tudom, én nem hallottam még ilyet tőle. Ahhoz képest, hogy ő a magyar humornak a szent atya. A felesége, nem? És ami a legérdekesebb, hogy egyiket a másik után verte rá a Hajós a Farkasházira, és a Teddy meg egyre jobban szívta a fogát. És akkor már lehetett látni, hogy Teddy lassan megsértődik, mert azért hiú az az ember. Meg hát ez az mindig a legjobb fegyver megsértődni, tehát azzal sok mindent el lehet intézni. Hát főleg egy ilyen show műsorban, ami arról szól, hogy egymást roclizzuk, ugye itt még megsértődni az a legszórakoztatóbb. Ahhoz már a demokrácia értékel, hogy itt igazán megsértődhessünk. És végül volt egy nagyon-nagyon súlyos poénja, mert azt se bírta visszatartani a Hajós, amikor arról beszélt a Farkasházi, hogy hát nem az a baj, mert szó volt arról, hogy miről, és akkor mondta, hogy de nem az a baj, mondta a Farkasházi. Inkább megmondom mi. A múltkor mentem az MTV-be, és akkor erre így benyögte a Hajós, de ilyen hibátlan ritmus érzékel, hogy na ez a baj. valami ilyesmi poén volt, ami hát mindenki szakadt a röhögéstől, és akkor érezte a Hajós, hogy na most lőtt túl a célon. És lehet, hogy kikerül a műsorba. Fölállt, oda ment Teddyhez, és kezet csókolt neki. És ezeken valami annyira fájdalmas volt ezt látni, hogy egy ilyen mértékben alkalmas ember, egy ilyen mértékben alkalmatlan embernek kezet csókol, hogy egyáltalán felnőtt ember a másiknak. Nem, hát ez is egy geg egyébként. Hát tehát szerencsére el tudta adni úgy, mint egy geget, de valójában annak azért megvolt nyilván az az üzenete, amit a Teddy felé sugároznia hát kellett. Hát én nem tudom, de ijesztő volt, egy ijesztő pillanat volt. A média sötét pillanatainak egyik legsötétebbike. Beszéljünk már két figuráról, akivel kapcsolatban tetemre hívtak minket.
Az egyik az Fábri, akiről számos SMS író kérdezi, hogy mi a véleményünk. Nem a betelefonálás műsorok voltak. A másik az pedig a másik az pedig Vágó István, akivel kapcsolatban érdeklődnek az SMS írók, hogy vajon mi a véleményünk. Hát én Fábrit személy szerint az egyik sőt, szerintem a valaha volt talán hát azért azt nem mondanám, de ebben a show műfajban, amióta ez létrejött, valóban a legtehetségesebb és a legnagyobb kvalitás, amilyen látványosan Friderikusz eltűnt, ahogy feltűnt Fábri. Tehát, hogy amennyire nem volt maradása Friderikusznak ebben a szórakoztató műfajban, az nagyon látványos, és nagyon fájdalmas egyébként az én számomra, hogy a Fábrinak az a keménység, az a tökösség, ami régen jellemezte, ahogyan leleplezte ezeket a műanyag sztárokat, ahogyan szétfikázta őket a műsoraiban, azok most mennyire eltűntek, és mennyire átvette a helyét az RTL klubos keresztbepromózás, a legsármosabb műsorvezető, De ebben van igazság, viszont ugyanakkor nekem meg pont az volt visszás. Tényleg ő a legsármosabb műsorvezető, meg ilyenek. És akkor ilyen beszélgető partnerek, akik jókat sztoriznak meg ezek. Ne vágjunk már egymás szavába. Azért szóval nekem meg... azt, amit elkezdtem, most, hogy így Szellő István. Akkor én vágtam a te szabadba, bocsáss meg. Ne haragudj. Szóval, hogy nekem meg az volt a problémám, hogy azért hívni meg valakit a műsoromba vendégnek, hogy aztán szétfikázzam és megalázzam egy ország előtt, ez szerintem ugyanannyira ízléstelen, mint amit Mónika csinál a kis emberrel, csak ő a nagy emberrel csinálta. Nem tudod, hogy miért korrekt? Szerintem ebben semmi korrekt nincs. Mert ha nem mész el a Fábri műsorába, megtehetnéd, hogy nem mész el a Fábri műsorába, de valószínűleg nem tudod felvállalni azt, hogy nem mersz elvenni a Fábri műsorába, ezért aztán elmész. De figyelj! Hát ilyen alapra Mónika is remek. Nem, várjál, ott te neked adva van, hogy te a magad intellektusával, ami ugye megnézheti. Hogyha Fábri arra használja az intellektusát, hogy azt mutassa meg, hogy mennyire alkalmatlan, hogy hogyan tud engem a földbe döngölni, tehát hogy ő bemutassa, hogy hogyan járt táncot az én holttestemen, akkor ő valójában nem egy jó ember. Egyetértek. Közszereplők, várjál, hogy felmutatni a bizonyos közszereplőknek az alkalmatlanságát arra, amit csinálnak. Felmutatni a hiteltelenségüket. Felmutatni a külsőségüknek ezt a végtelen mértékét. Felmutatni azt, hogy mennyire nem testesítenek meg, nem jelenítenek meg semmi egyénit, semmi vállalhatót. Ez szerintem egy szolgálat. Jó, megoszlik a... Tehát nem teljesen egyezik a véleményünk Fábrit illetően. Én nem tartom ezt jónak. De az biztos, hogy egyébként Fábri az egyik legtehetségesebb, és valóban az egyik legjobb showman, már talán azt is lehet mondani, hogy az egyetlen. Mondjuk Hoffi óta nem volt igazán jó humorista, ő mondjuk még tudott jókat mondani, meg az a Design Center az néha ütött, abba volt szellemesség, de alapvetően ez az egész, amit a sztárokkal csinál, szerintem nem jó. Tehát no. Amellett, hogy ott már szellemtelen is, ráadásul most már keresztpromó, amit mondasz, tehát hogy RTL Klub a sztárokat sztárol, és hát azt is hogyan? Jó, hát ez már hullagyalázás, amit csinálsz, mert már nem ezt csinálja, tehát most már... De ebből is látszik, hogy nem nézek tévét. De minden esetre amit a Fábri valaha régen előadott, az a frissesség, az a végtelen... Az ízléstelenség. Jó, hát sok esetben szexista. Egyszerűen ízléstelen. Tehát én azért nem nézem a Fábrit, mert az elejétől fogok bekapcsolni, és a gyomrom kifordult, ezért elkapcsoltam. Én sem nézem évek óta, pedig van tévében. Jó, hát... Más az ízlésünk. Jó, de megtestesít valamit, és azt erős intellektus, és erős intellektussal képviseli. Tehát nem... Egyébként az ez felmenti őt? Az intellektusával abszolút nincs semmi probléma. Tényleg egy roppant szellemes ember, nagyon jól tudott régen történeteket mesélni, amikor ezzel foglalkozott. Showmanként szerintem gyatra, és ráadásul gyomrom kifordult. Tehát több szempontból, jó néhány szempontból. Egyébként igazából én azt vettem észre, hogy az a probléma ezzel a fajta kereskedelmi televíziózással, hogy neki mondjuk hetente vagy két hetente, nem tudom, hogy van a műsora, vagy hogy volt, hetente vagy két hetente ki kell állni, és le kell nyomni egy, mit tudom én, két órás műsort, és azt tele legyen poénokkal. Mondjuk Hoffi, aki egy iszonyatos nagy showman volt, illetve nagyon nagy humorista volt, ő úgy évente egyszer vagy kétszer kiállt, és akkor csiszolgatta, kidolgozta szépen a poénjait. Itt ez, hogy hétről hétre kell, ez szerintem rettentesen gyorsan kiégeti az embereket, és el fognak hullani. Bár egyébként Amerikában ezt napi műsorként tudják csinálni. De valószínűleg egy tízszer akkora stáb dolgozik egyébként. Ha valaki jó tévéműsort akar nézni, és tud angolul jobban, mint én, akkor a CNN-en ajánlom a Daily Show-t Jon Stewart-tal. Szerintem egy borzasztó vicces műsor, és abból valamit megtudhatna a Robi is, hogy mi az a showman, és nem Fábritől kéne ezt talán tanulni. Az Alföldi miért került be a heti hetesbe, kérdezi MZ. Én nem tudom, de azt látom, hogy az Alföldi testesíti meg. A péntek 8-ban nem vették föl. Az Alföldi testesíti meg a napjainknak a polihisztorát.
ez a művész. Tényleg? Ez a művész zseni a médiában. Aki festő, de színész, de tévériporter, és emellett rendező, és igazából ez még semmi, ez még nincs semmi, mert az energiáinak még a negyedét sem köti ez le, mert annyira kreatív, mert annyira végtelenül kifinomult, és olyan érzékeny. Mert annyira geszti. Szerintem a Carter dokit jól csinálta. Félelmetes az alföldi, hogy milyen elképesztően, milyen valószerűtlenül elfogult és harcos. Most hogy, komolyan jelentkeznek a nézők, hogy nézik a helytéret, és mi itt ülünk a Dávid, nem, életben nem láttam az alföldiről. Én nem beszélnék alföldiről, mert legalábbis számomra nem kimondott probléma. Tehát, hogyha így ha most így a médiáról van szó, akkor tényleg a probléma Mónika Show, probléma mondjuk nekem Vágó István, meg probléma Lakattékáról, és a többi, és persze, tehát összerakhatunk egy listát, de mondjuk alföldi, az már egy kisodródott nálam. Az alföldin azt látom, hogy Orosz Józsefhez mérhetően küldetés tudatosan elfogult. Tehát, hogy ő rajta azt látom, hogy érzelmileg olyan mértékben áthatja ez az egész, hogy egy lépés távolságot nem tud tartani. Gyakorlatilag az MSZP seggétől. Csak hogy most így kifejezésre jutassam. Jaj, most hirtelen elnézést. Hát, de nagyon. Elképesztően. Na mi a bajod Vágó Istvánnal, mondja? Én mindjárt csak most beugrott nekem Fási Ádám, és őről is kéne majd beszélni, mert lehet, hogy őt még kevesebben nézik, de én nagyon szeretem. Nyerő műsorokról kéne beszélni. Srácok, ti sem vagytok jó emberek, írja a K. Az intellektusotokat arra használjátok, hogy védtelen politikusokat alázzatok meg. Tessék, ugyanez. Szegény védtelen politikusok. Kedves Dávid, ugyanez a fajta érvelés. Jól van. Na, halljuk, hogy mi a bajod Vágóval. Nekem Vágóval az a bajom, hogy ő magát úgy tünteti fel, az egész ténykedését és működését, az ő életét, mint hogyha ő lenne maga az intelligencia, ő lenne a kifinomultság és a műveltség, és egy hatalmas élő lexikon, egy mindenhez értő, agyonművelt ember, tudva levő, hogy a műsoraiban a rengeteg választ a monitorról olvas, de mindezt úgy adja el, mintha ő ezt tudná. Tehát, hogy ő úgy beszélget, és úgy néz az ő partnerére, aki ott ül vele szemben, és a műveltségét apró pénzre vártja, még akkor is, hogyha az apró pénz 40 millió forint, nevetséges, hogy pénzért, mint egy cirkuszban zsonglőrködnek az ő műveltségükkel. Én ezt az egészet szánalmasnak tartom, és rossznak tartom, mert egy ilyen hasznavehetetlen, felduzzasztott tudásanyagot ad el, mint értéket, hogy az én fejem legyen tele ilyenekkel, hogy hány ablak van a Versailles palotán. Én a műveltséget egy remek dolognak tartom, szerintem az egy élvezet, tehát műveltnek lenni az jó érzés, mert általában el tud tájékozódni az ember a világban, rengeteg örömet ad, amikor olvassa az irodalmat, a történelmet, akár a természettudományokat, és ettől jó érzés embernek lenni. És ez pedig az egésznek tényleg egy értékes dolognak, a műveltségnek, a cirkuszi, olyan jól mondott, hogy cirkuszi vásár, nekem egyébként az ilyen olyan mutatványos sátrok jutottak eszembe, hogy ilyen torz embereket mutogatnak, tehát akinek mondjuk mit az arcában valami csont hiányzik, vagy nő, aki szőrös, ilyeneket mutogatnak. Egyébként konkrétan a Viaszatáron ilyen műsor van, amiben tényleg ilyen embereket mutogatnak. Erről talán ne is beszéljünk, mert abban túl nagy lenne az egyetértés. Tehát visszatérve, ilyenekként mutatják be a műveltséget, egy kicsit egyébként ilyen nevetségesek is azok, akik nagyon sikeresek, azokon úgy együtt mulatunk, hogy hát az már annyira sokat tud az az ember, hogy az síralmas. Másfelől ünnepeljük azt, hogyha valaki teljesen ostoba kérdésekről, mondjuk arról, hogy ki mit tud én, hol hanyadik lett, arról azért mégiscsak tud valamit. Tehát az egész olyan módon kifacsarja, és olyan módon szerintem... Jó, semmi köze nincsen. Semmi köze nincsen a műveltséghez. Tehát erre kéne rájönni, hogy a lexikális tudás, meg a műveltség, ez két ez olyan... Ez a bulvár műveltség. Hát igen, nincs közös halmaz gyakorlatilag. Gyakorlatilag ez egy használhatatlan tudásanyag, és nem pedig olyan, amiből az embernek vagy a társadalomnak valamiféle előnye vagy haszna származnak később, hogy ezeket bele tudja foglalni az életébe, össze tudja kötni őket. A Vágó az MSZP-s, de az alföldi az vastagon szadeszos. Mi az, hogy szadesz? Van ilyen? Te tudsz ilyenről? Ja, az a kék színű. A Gyurcsánynak a pártja, nem? A Gyurcsány, igen. A kis Gyurcsányé. Ha valaki nem néz tévét, az hogy mondhat véleményt műsorokról, kérdezi tőled? Hát úgy, hogy tehát úgy nem nézek, hogy nincs otthon tévém, de hogyha elmegyek mondjuk az édesanyámhoz hétvégén, akkor... És már nem bírod a családi beszélgetést. Természetesen menekülök az ilyen emberi kommunikációtól, meg interakciótól, de amikor ott megy a tévé, akkor ránézek és látom, hogy milyen, mert ahhoz nem kell egész héten néznem, hogy mondjuk egy óra alatt lemérjem azt, hogy milyen. Aztán látom
hogyha elmegyek egy haveromhoz, meg látom, amikor beszélnek a villamoson róla, azért nagyjából össze tudja az ember rakni. Szerintem egy fél nap tévézésből ki lehet rakni egy hónap. Meg a Dávid műsorát. Nem szorul az én védelmemre, de hogyha valakinek a véleményében van egy hülyeség, akkor érdemes azzal vitatkozni, ha igazság, akkor azzal egyetérteni, de pusztán azért, mert hogy szerintetek ő nem hiteles, az szerintem nem elég érv. Ti is szétfikáztok mindenkit, és pont ez a poén, írja az SMS író. Tehát ez az, hogy mi aztán ne beszéljünk már arról, hogy beletörli a lábát más védtelen emberekbe. Jó, de mi legalább a hátuk mögött beszélünk róluk, nem hívjuk ide őket, és nem alázzuk meg szemtől szembe betyárosan. Csak most már nem nagyon állnak velünk szóba konkrétan, erről van szó, ezért nem a szemtől szembe csináljuk. Hívjuk már jövő héten meg a Mónikát. Vagy Fábrit. Mónikát. Fábri unalmas, Orbán hátsóját, nyalószaros senki, írja az SMS író, ne emeljük az egekbe. De most azért, mert Orbán hátsóját nyalja, azért még szakmailag igenis voltak jó pillanatai, és azokat megdicsérni kell. Ez tiszta sor, tehát hogy ha valami szórakoztató, érted? Vagy ha valami nem az. Vagy hogyha valami nagyon nem az. Egyébként a Fábri mostanában egyre kevésbé az, sajnos. És tényleg sajnálom, mert igen, nagyon az volt legalábbis számomra. Imádom a műsorotokat, srácok, de szerintem a Mónika show teljesen a helyén van. Igenis léteznek ilyen emberek problémák, sajnos. Fábri mások szavába vág, írja a Csilla, és egy szomorú smiley-val jelzi, hogy ő ezt nem értékeli, úgyhogy ne is vágja a szavamba, légy szíves. Nem értek azzal egyet, hogy a Mónika show a helyén van, mert ezek a problémák léteznek. Hiszen igen? A Balázsónak kéne ott mennie. Jó, az sincs egyébként a helyén, szóval az a helyzet, hogy valóban ezek a problémák léteznek, tehát éppen ezért nézi olyan sok ember, mert ráismer vagy a saját szenvedésére, vagy a szomszéd, vagy a gyereke, vagy az akárkinek a szenvedésére és problémáira. Az én gondom ezzel ott van, hogy ezek nem oldják meg. Tehát ezek a műsorok nem arra jöttek létre, mint annak idén a Családi Kör, ami egy szar műsor volt, de ez legalább arra jött létre, hogy bemutat egy problémát, és megpróbál neked egy megoldást erre a problémára felmutatni. Ezek a műsorok nem mutatnak fel, itt arról szól, hogy emberek összeverekednek, kiütik egymás műfogsorát, és nézzük, hogy na de József, hát hogy beszélhet így az volt feleségével, miután megtudta, hogy háromszor megcsalta a gyermekével. Hát József, miért ilyen kegyetlen? Robi, szerinted a Fábri milyen messze van a Fidesz seggétől, kérdezi az SMS író. Hát nem tudom, de valószínűleg mikroszkóp kéne, hogy a távolságot megállapítsuk. Beszéljünk valamiről, amivel kapcsolatban még meglettünk interjúvolva itt az SMS író Levi részéről, aki azt írja, beszéljetek Léci a telefonos kvízműsorokról is, mert a legdurvább kaszálós nézettséghülyítés. Az a tényleg a legdurvább. Tényleg, hogyha az államnak bárhol is van feladata az állampolgárokat megvédeni, akkor azokat a műsorokat kéne atombombával súlyosan megtámadni. Annak az államnak egyébként, amelyik fenntart egy olyan céget, mint a Szerencsejáték RT, amelyik hétről hétre zsebeli ki az embereket reményadóval? Szerintem ez a reményadó, az rendben van. Egyébként de... ez a különbség. Tehát én azt gondolom, hogy a Szerencsejáték RT most lehet vitatkozni, de az a helyzet, hogy ott vannak világos szabályok. Tehát azt mindenki pontosan tudja, hogy egy, most persze vannak legendák, hogy csalnak, de mondjuk tegyük fel, nem csalnak, akkor vagy a lottón mik a nyerési esélyek, 1 a 49 millióhoz, mindenki tudja, ki lehet számolni matekorán, hogy mi a 4-es esélye, és a többi. Egyébként nem igaz, hogy mindenki tudja, és a lottó népszerűsítő reklámokban sem hangzik el az, hogy legyen egy szelvényt, mert akár 50 millió szelvény után még nyerhet is egy ötöst. Jogos, de legalább elméletileg elég könnyű megtudni. Ezzel szemben ezek a műsorok, tehát alapvetően kétféle típus van. Nem biztos ismeritek, az egyik az az, amelyiknél rettenetesen könnyű a válasz, olyan könnyű a válasz, hogy mindjárt így agybajt kapsz, és így dobod a székedet a tévéhez, hogy lehet, hogy ez a sok hülye nem tudja, és mindezt egy nem minősítendő hölgy vagy úr azt még így mondja, és hogy hát hogy lehet, hogy nem telefonálnak, hát nem igaz, hogy mikor senki nem mondja meg neked, hát, na jó, akkor megömlem egy picit a pénzt. Most ez egészen biztos, hogy csak csalás lehet, mert valaki telefonál. Na hát hiszen te is tudod, mindenki tudja, hogy 5 meg 5, és akkor 10, de nem telefonál senki, mindenki hülyeségeket mond. Nekem volt egy kedvenc ilyenem az egyik tévécsatornán, az volt a kérdés, hogy mi Nagy-Britannia fővárosa, és föl volt sorolva 3 lehetőség, a London, a Big Ben, és nem tudom micsoda, és akkor így mondta, hogy Big Ben. És akkor így mondta, hogy de hát nem lehet, hogy elbetűvel kezdődik, mondta segítségként, hogy nem Big Ben. Mindezt a 5. telefonál, mert mindenki elrontotta, senki nem tudta, hogy London, Nagy-Britannia fővárosa. Most a másik típusú műsor, ami viszont lehetetlen megfejteni, mert úgy van kitalálva a feladat,
mondat, hogy gyakorlatilag bármi is lehet az igazság. Hány háromszög van a képen, és 240-től 650-ig bármi. Bármennyit ki lehet mutatni. Na most mind a kettő olyan ocsmány átverés, egyébként talán az első még ocsmányabb, mert ott egészen biztos, hogy ott tényleg telefonálnak emberek. Na most nekem például nagymamám betelefonált ilyen műsorba, mert annyira bosszantotta, hogy nem tudják a megoldást, és csomó ideig várakoztatták, majd megjelent a szemben egy baromi nagy összeg. Ennél nagyobb mocskos átverés, jó, persze van egy csomó, de most éppen ezen akadtunk ki. Meg igen, úgy működnek ezek sokszor, amik egyébként ilyen nagyon apró betűkkel ki van, vagy egyszer-kétszer elböffenti a műsorvezető, hogy többször kell hívni, akkor nagyobb az esélyed, mert hogy bekerülsz egy adatbázisba, és ha sokszor hívod őket, akkor nagy eséllyel sorsolnak majd ki, és akkor egyszer csak adásba kerülsz, és akkor majd megnyerheted egyébként, ki van írva, hogy 10 millió forint, de valójában nem, mert az első lépcsőben csak a 25 ezeret nyered, aztán, hogyha kitalálod, hogy melyik kezében van, nincsen semmi, kis itt a piros, hol a piros van, mindig. Akkor majd esetleg még megnyerheted a 3 milliót. Szóval, hogy valójában egy nagyon ocsmány átverésre, tényleg egy ilyen utcai aluljárós itt a piros, hol a piros van az egész felépítve. Már az itt az alapvető probléma, hogy ugye kétfajta műsorsáv van. Van egy olyan műsorsáv, ami nézett, tehát fenntartja saját magát a reklámokból, illetve hát extra profitot termel a csatornának a reklámokból, vagy kanálisnak. És van egy másik műsorsáv, amikor az emberek ugye dolgoznak, nincsenek otthon, akik otthon vannak, azok meg nem fogyasztóképesek, mert mondjuk nyugdíjasok. Az ilyen nyuggereknek meg a nyugdíja az elmegy az alapvető beszerzési cikkekre, nem lehet nekik normálisan eladni semmit se, ezért ezekben a sávokban nem érdemes reklámozni. Ezért ezekben a sávokban nem az emberek közvetlenül által, kell elvenni a pénzüket. Igen, közvetlenül kell tőlük elvenni a pénzt, nem az emberek által a cégektől elveszük a pénzt, hivatkozva arra, hogy ezeknek az embereknek kínáljuk a szaros portékájukat, hanem közvetlenül az embereket kell lehúzni. Tehát ha nem általuk, akkor majd tőlük elveszik ezt a pénzt, ez körülbelül tudod milyen? Olyan, mintha egy milliárdos üzletember, akinek ilyen Aston Martinja van, be van osztva a napja, hogy mindenféle tárgyalások vannak mindenféle milliárdos céges partnerekkel, de valahogy az egyik sávban mondjuk 5-től 6-ig nincsen tárgyalása, mert lemondás. És akkor fogja magát, és bemegy a tárgyalóba, ahol éppen takarít a takarítónő, fölhajtja az ingóját, leveszi az akóját, és itt a piros, hol a pirosban, elnyeri a takarítónőtől a fizetését. Tehát körülbelül ilyen szintű ez. Tehát ezek a cégek a világ legjobban jövedelmező, legnagyobb profittal dolgozó cégei, óriás multiai, és ezek a cégek lemennek kutyába, de olyan kutyába, hogy a műsornak az a címe, hogy 06 30 75 45 19, nem ami, 30, ami egyébként a helyes válasz. 91, tehát 91, jó, ez a helyes válasz. Tehát tudod, mi a döbbenetes? Hogy nem kell kinyitnod a tévét ahhoz, hogy nyerhess egy ilyen játékban gyakorlatilag, mert a helyes látod, válasz Dávid, nem kell tévé, címe. Még sincs rá szükség. Tehát két telefonszám van. Az egyik a műsor címe, ez a helyes válasz telefonszáma. A másikat, hogyha rossz választ szeretnél hívni, akkor nézd a tévét, mert az csak a tévéműsorból tudhatod meg. De a tévé újságban benne van a kezdési időpont, akkor hívd fel a műsornak a számát, és akkor gyakorlatilag már helyes a válaszod. Most ebbe gondolj bele. De a másikra is leveszik a pénzt. Én még abba gondolok bele, amikor volt a Való Világ nevű műsor, és annak valami iszonyatos nézettsége volt. Elképesztő pénzeket kasszáltak a reklámokból, tehát tényleg minden rekordot megdöntöttek, de ott a játékosokra szavazás az szintén MLD-as SMS-sel ment. Tehát volt pofájuk még a 4 millió SMS-ről lehúzni jó, az embereket. De az nem ekkora átverés. De úgy, hogy üvöltötte az a vásáriki kiáltó, az a Stól András, hogy és küldjetek még SMS-t, mert különben így meg úgy lesz. Az a javaslatunk a kedves hallgatók részére, hogy se ma, se holnap, se a jövőben, semmikor ne telefonáljanak ilyeneknek, ne hagyják a pénzüket lehúzni magukról. És mondják el másoknak, a nagymamájuknak elsősorban. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.